Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit. A híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Vásárhelyen már kinyitották a népbírósági perek aktáit. Esett tanulmányok az emlékpont legújabb kiadványaiban. Hétköznapi táplálkozásból konyhaművészeti élmény. Különleges fogásokkal nyerte meg a zsűrit a betyárok csapata. Mágikus mécsesek és töklámpások boszorkányos bulira készülnek az ifjúsági klubban. Országosan is egyedülállónak számít az a kutatási anyag, amelyben a népbíróságok elé állított hódmezővásárhelyiek történetével foglalkozik Vince Gábor. Az emlékpont munkatársának témája is bekerült az intézmény könyvsorozatába. Az új köteteket a Nemzeti Emlékezet hetén mutatták be. A Rákosi diktatúra előfutáraként apostrofálta az 1945 és 1949 közötti népbírósági pereket Löffler Tibor, hangsúlyozva, hogy az akkori politikai vezetés így vett revansot a Horthy rendszerhez kötődőkön. Sok esetben koholt vádak alapján ítéltek el embereket, büntetésként megfosztva őket hivatásuktól, illetve teljesen vagy részlegesen vagyonuktól is. A politológus egyetemi docens tegnap az emlékpontban azt is kiemelte, hogy unikálisnak tartja, hogy ezt a témát Hódmezővásárhelyen feldolgozták. Híve lennék annak, hogy minden nagyobb településen végezzék el ezt a munkát. Mert amennyire én tudom, hát sok helyen, Vásárhelynél nagyobb településeken, közösségekben nem történtek meg ezek az alapvető kutatások, pedig ezek rendkívül fontosak lennének egy közösség múltjában, életében megismerni olyan történéseket, amelyek hozzá kell tenni, vagy ki kell hangsúlyozni a legegyszerűbb embereket, a úgynevezett kis embereket is érintette nagy számban, vagy akár országos szinten tömegével. A népbírósági perek vásárhelyi vonatkozásairól most már olvasni is lehet, ugyanis Vince Gábor tanulmánya az emlékpont legújabb kötetében kapott helyet. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a népbírósággal foglalkozni, a vásári vonatkozásával, gyakorlatilag készítettem egy katalógus, kifotóztam az összes népbírósági aktát, jelenleg van egy 130 népbírósági akta, ami kimondottan Vásárhely vonatkozású. És hát ebből tanulmány formájában feldolgoztunk, nem csak én, hanem két volt kollégám is, nagyjából 30-at. Tehát van még 100 népbírósági akta, tehát az elkövetkező években el lehet szöszmötölni ezzel a témával. Az emlékpont könyvsorozata 2016-ban indult el, és az elmúlt 5 év alatt 18 része jelent meg, ami vidéki viszonylatban is kiemelkedőnek számít, hívta fel a figyelmet Vince Gábor történész. Pénzügyi és észszerűségi okok miatt saját kisbuszaikkal viszik a vízilabdásokat a HVSC-nél. Az üzemanyagárak és a szállítási díjak jelentős emelkedése miatt döntött így a Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sportklub elnöke, aki ezt szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében nyomatékosította is. Gazdasági és racionális indokok alapján döntött a Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sportklub, amikor megszüntette együttműködését Jovány Gyulával és cégével, a Joványbusz Kft-vel, jelezte szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében a HVRC elnöke. A dokumentumban kiemeli, hogy csupán egy szóban megrendelt utat mondtak le a vállalkozónál, akivel állandó, szerződéses jogviszonyban nem is álltak. A szállítási díjak jelentős emelkedését is figyelembe véve, ma már olcsóbban tudják sportolóikat utaztatni, mint külső szolgáltató igénybevételével, írták a levélben. Hozzátéve, hogy az egyesületen belül 4 jármű áll rendelkezésre, hogy a sportolókat szállítsák. A klub elnöke közleményében azt is jelezte, hogy Jovány Gyula politikai síkra terelt nyilatkozatát visszautasítják. Nincs megállás, napról napra többe kerül az üzemanyag. Kétnapos katonai gyakorlatot tartanak Hódmezővásárhely térségében. 11 ezer tő árvácska a belvárosban. Rövid híreink következnek. 500 forint fölé emelkedett a benzinliterenkénti átlagára, de pénteken újabb drágulás jön a kutakon, ahol tankoljak.hu információi szerint. A benzin és a gázolaj 5-5 forinttal kerül majd többe, így a benzin literjéért 506, a gázolajért pedig 517 forintot kell fizetni péntektől. Közben a dízelmotoros járművek adalékanyaga iránt néhány nap alatt 10-szeresére, helyenként 20-szorosára nőtt a kereslet.
A MOL közleményt adott ki, miszerint a tömeges felvásárlások miatt korlátozza az AdBlue értékesítését a társaság, de a közfeladatot ellátó szervek továbbra is korlátozások nélkül vásárolhatnak belőle. Nagyszabású gyakorlatot tartanak Hódmezővásárhely térségében a katonák a héten, közölte a Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandár. Holnap is feltűnnek az utakon a katonai gép és harci járművekből álló menetoszlopok Hódmezővásárhelyen, a 47-es számú főúton, az M43-as autópályán és Sándorfalva-Dóc útvonalon. Továbbá nagyobb hanghatással járó feladatokra, repülőkre, helikopterekre, robbantásokra kell számítani, például a Hódmezővásárhelyi gyakorlótéren. A város színeinek megfelelő, frissen beültetett ibolya kék és sárga árvácskák díszítik a vásárhelyi belvárost. Napok óta dolgoznak a munkások a Kossuth téri virágágyás ősziesítésén, ahová több ládányi árvácskát helyeztek már el. A 11.000 tőből a város főterére 5.500 árvácska kerül, és a Kossuth szobor talapzatához is tesznek a színes szirmú virágokból. A többi dísznövényt pedig a város különböző pontjain helyezik el hamarosan. 1 millió forintból megújul a Vöröskereszt utca 7-9 szám közötti balesetveszélyes kerítés szakasz Hódmezővásárhelyen. A munkálatok október végéig zajlanak az érintett területen, a javítás idejére a kerítés melletti járdaszakaszt lezárták a kivitelezők. Megkezdődött a kerítés rekonstrukció a Vöröskereszt utca Völgy utca melletti szakaszán. A régóta leromlott állapotú felületeket a város önerejéből újítatja fel. A munkálatok befejezéséig az érintett területen a járdát lezárták a kivitelezők. A Vöröskereszt utca 7-9 szám alatti ingatlannál a károsodott kerítésrésznek a javítása történik meg, a hiányzó elemeknek a pótlása, ennek érdekében, illetve a balesetveszély elhárítása érdekében történt meg korábban a járdának a lezárása, de természetesen a munkálatok végeztével ez felszabadításra kerül, várhatóan október végére befejeződnek a munkálatok. A beruházáshoz a szükséges nettó 1 millió forintos forrást a Hódmezővásárhelyi önkormányzat biztosította. 7. helyen végzett a vásárhelyi betyárok csapata az országos közétkeztetési versenyen. Háromfogásos menüt kellett a zsűri elé tenni, meghatározott alapanyagok felhasználásával. A vásárhelyiek séfje a fine dining vonalat követte, meleg előételt, rozékacsa mellett és fánkot készítettek el. 3 óra állt rendelkezésére a vásárhelyi betyárok csapatának, hogy egy tökéletes, háromfogásos menüt tegyen a budapesti zsűri elé. Ennyi idő alatt 5 személyre kellett tálalniuk. Úgy döntöttek, hogy az alföldi ízeket is becsempészik az ételeikbe, ezt főleg az előételben mutatták meg. Belevittük a táj jelleget. Nálunk ez novembertől februárig erősen a bőlér időszak. Mi fogtunk egy hagyományos fehér kolbászt választottunk, egy vásárhelyi 4-es ízesítésű, fűszerezésű fehér kolbászt, ami ugye a sóbors, kömény, fokhagyma, és ebbe almadarabokat csempésztünk. Majd egy sajátos, házi jellegű tésztát találtunk ki, egy ilyen vajas leveles tésztát. A betyárok tésztájának különlegessége az, hogy nem pihentették 8 órát vagy egy éjszakát, hanem másfél óra után begyúrták és beletöltötték a kolbászos egyveleget. A zsűri tagjainak ez tetszett a legjobban, bár többen erős előételnek értékelték. Második fogásként bőrös kacsa mellett készítettek, sütőtökös nudlival, és ezek után még az édességre is nagy hangsúlyt fektettek. A desszertünk az megint a kötelező alapanyagunk a fánk volt, ott ilyen képviselő fánklabdákat készítettünk, ott az új konyhatechnológiai eljárás az szifon segítségével megtöltöttük egy ilyen málnavelős joghurtosabbal, hogyha elvágjuk a fánkot, akkor ott van benne a kis meglepi, ez a kis rózsaszín hab, ezt egy fekete csokoládéhomokra tálaltuk és fehér csoki muszt választottunk hozzá. A vásárhelyi betyárok 28 csapat közül a 7. helyet szerezték meg a finomságaikkal. A versenynek több fordulója lesz, legközelebb a budapesti zsűri érkezik hozzájuk Vásárhelyre, és ugyanezt a menüsort 50 főre kell elkészíteniük, majd az utolsó fordulóban 100 emberre. A csapat vezetője szerint a verseny igazi eredménye az lesz, ha a gyerekek asztalaira is ilyen ételek kerülhetnek majd a közétkeztetésben.
Az előkelő második helyen végzett Lemat Rülüsien az ifjú tudósok között. A televíziós vetélkedőben számos, a kémiához kapcsolódó kérdésre kellett helyesen válaszolnia a 11. osztályos vásárhelyi gimnazistának, aki kiválóan vette az akadályokat, mindössze egyetlen pont választotta el az első helytől. A Németh László gimnázium kiválósága 8 társával jutott az ifjú tudósok versenydöntőjébe. Lemat Rülüsien az interaktív kérdéssorozatra adott helyes válaszaival a második helyet szerezte meg, egy ponttal lemaradva az első helyezettől. A szerves és szervetlen kémiához kapcsolódó kérdéseket szerinte nem a legnehezebb témákból választották ki, hanem érthetővé tették a nézők számára is. Míg mondjuk egy hagyományos versenyt tényleg úgy kell elképzelni, hogy tolt ceruzapapír és 5 óra keresztül írjuk, addig ez egy inkább egy televíziós kvíz műsorral tudnám azonosítani. Tulajdonképpen ez is történt. Folyamatosan ugye egyenes kieséses rendszerben versenyeztünk a társaimmal, és a kémiához kapcsolódó szorosan, vagy kicsit kevésbé lazán, de mindenképpen tudományos jellegű kérdések folyamatában. A műsorban minden olyan feladvány szerepelt, amire a gimnáziumban tudni kell kémiából a választ, de a szaktekintélyek próbálták olyan irányba is terelni őket, hogy szélesebb réteg is megismerhesse a kémia szépségeit. Rülüsiennek a verseny után is sok tennivalója van, tudását folyamatosan fejleszti. Várnak rám a hagyományos megmérettetések, úgy, mint OKTV. Tavalyi évben már sikerült elcsípnem egy olimpiai kvalifikációs lehetőséget, ugye a válogatót. Ennek szeretnék neki futni idén is. Továbbá meghívást kaptam szintén idén egy nemzetközi kémiai torna válogatóra. Mindazonáltal foglalkozok még egy egyetemi TDK dolgozat megírásával is, úgyhogy körülbelül ez lesz az idei repertoár. Rülüsien, ha jövőre végez, a Szegedi Tudományegyetemre fog felvételizni kémia szakra, majd egy mesterképzést is szeretne elvégezni, utána pedig szerinte a határ a csillagoség. Szellemesen jó napokat ígér az őszi szünetre a Vásárhelyi Ifjúsági Klub. A gyermekek hozzátartozóikkal közösen, vagy csak a maguk kedvére az alkotás örömének hódolhatnak azzal, hogy töklámpást faragnak, vagy különböző mécseseket készítenek. A programsorozat pénteken délután egy fergeteges, boszorkányos buliban csúcsosodik majd ki. Míg az iskolák kiürültek az őszi szünetben, addig a Vásárhelyi Ifjúsági Klub megtelt alkotni vágyó gyerekekkel, akik kezenyomán sorra készülnek a különleges mécses tartók. Én tegnap faragtam tököt, meg csináltam lámpásokat. Volt ilyen múmiás, hogy betakarjuk gézzel, meg lehetett denevéreset is csinálni. Én mindkettőt csináltam, este kipróbáltuk otthon, és nagyon szépek voltak. Most a töklámpa faragás az egyik legkedveltebb elfoglaltság. Anya és fia is ezen munkálkodik. A mintán múlik szerintem minden, hogy ne legyen túl aprólékos a minta, illetve legyenek tartó részei a mintának. Az ifjúsági klub díszlete is mutatja, hogy az egész hét a mágia jegyében telik itt. Igazából nem szerettünk volna Halloween-t, mivel ez olyan behozott, nekünk egy kicsit műnek tűnő ünnep. Szerettünk volna egy kicsit a magyar mesékhez igazodni, ezért választottuk a boszorkányhetet, és kapcsolódott is a programsorozatunk hozzá, hiszen kicsit előre szaladva a pénteki napon, itt egy hatalmas buli lesz az ifi klubban, ahol különböző jelmezekbe öltözött arcfestett alakok fognak megjelenni, többek között egy boszorkány a varázsgömbével. A hét lezárásaként tervezett péntek esti programon a most elkészített lámpásoknak is fontos szerep jut majd. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, csütörtökön 17 óra 30 perckor jövünk legközelebb friss információkkal. Legyenek nézőink akkor is, viszontlátásra!